az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Áldott téged, Krisztus! Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utána járjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. Abban az időben Jézus a lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, mi az az Úr esztendeje, amit Jézus hirdet? Ez a jubileum éve, az 50. év, ami arra szolgált, hogy amikor rájött ez az idő, akkor szabadon kellett bocsátani a rabszolgákat. Akkor is, hogyha még nem dolgozták le a tartozásukat, ebben az évben automatikusan felszabadultak. Az Ószövetségi Szentírás szerint még sok minden más tartozott ehhez a jubileumi évhöz, például az, hogy abban az évben nem vetettek, hanem az előző évről a megmaradt termést fogyasztották. Nem is aradtak. Nagyon különleges az, hogy ezt egyébként minden hetedik évben megtartották, és Isten megígérte a népnek, hogyha úgy jön ki éppen, hogy jubileumi évben se vethetnek, az előző évben se, akkor az előtte levő évben 3 évre való termést fog adni az Úr. Ez volt az ígéret. Ezt kellett volna hittel megcselekedni, és ugyanígy a jubileum évében elengedni a rabszolgákat. És nagyon sokszor ezeket az isteni parancsokat, ígéreteket nem tették meg. És akkor jöttek a proféták, és figyelmeztették a népvezetőit és az egész népet, hogy hogyha nem engeditek szabadon a rabszolgákat,
akkor Isten ki fog benneteket szolgáltatni az ellenségnek. Ez többször meg is történt, hiszen az a föld, ma így mondjuk, hogy a Szent Föld, a körülötte lévő nagy világbirodalmakhoz képest egy pici ország volt, és ma is az, területileg. Aztán hatalmi befolyását tekintve ez változó tud lenni az összeköttetések által. Na most gondoljunk egy pillanatra Magyarországra, hogy a mi elmúlt ezer évünkben hányszor volt olyan, hogy ez a kicsi ország más népeknek, más nagyhatalmaknak volt szinte a játékszere. A tatár birodalomnak, a török birodalomnak, később a Habsburgoknak, egy időszakban a náci birodalomnak, aztán a szovjet birodalomnak. Most melyik birodalomnak ezt inkább a szentmisén kívül beszéljük ma. Mit tud tenni a kisember, az egyszerű ember ebben a hatalmas történelmi folyamatban? Amikor Jézus kihirdeti azt, hogy elérkezett az Úr esztendeje, akkor azt mondja erre, hogy ma beteljesedett ez az írás, amit az imént hallottatok. Most nem hallottuk ebből a részletből, hogy hogyan folytatódik ez a rész a Lukács evangéliumból. Magán gettek egy kis párbeszédre hívást. Emlékszik-e valaki arra, hogy mi történik ezután? Amikor Jézus azt mondja, hogy ez most teljesedett be. Hát az történik Lukács evangélium 4. fejezetében, hogyha ezt elolvassuk, hogy Jézust megragadták, kivonszolták a város szélére, és bele akarták lakni a szakadékba. Ugyanis az a bizonyos jubileumi esztendő matematikailag még nem érkezett el. Olyasmi, mint hogyha én azt mondanám, hogy ma van az országgyűlési választás. Hát ma nincsen országgyűlési választás. De az majd 2 év múlva lesz, 2018-ban. És 2 évvel ezelőtt volt, 2014-ben. Tehát ma van a szokása annak, hogy mikor van országgyűlési választás. Tegyük fel, hogy én felolvasnám az országgyűlési választások évére vonatkozó törvényeket, és azt mondanám, hogy ez ma van. Ez most teljesedett be. Hát akkor az emberek vagy bolondnak tartanának, vagy ha ezt komolyan gondolom, és ezt valamilyen fajta tekintéllyel hirdetem ki, akkor majd lehet, hogy követnének, hogy igen, akkor most új választásokat kell kiírni, mint amikor vannak ilyen nagy forradalmak, hogy ledöntik az előző uralkodót, és nem várják meg, hogy majd a következő időszakban mikor lesz a választás, hanem most rögtön lesz az új választás. Na most így fogjuk fel egy picit ezt, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy most van itt a jubileum éve, akkor ezzel politikailag is egy olyan dolgot dobott be a köztudatba, aminek az emberek egy része nem örült. Mert hogy voltak rabszolgáik. És hát nyilván több pénzbe kerül egy rendes bérmunkás, aki egyenrangú a munkaadóval, mint egy rabszolga. Kicsit azt is mondhatnánk, mint most ez persze nagy ugrások, és nincs itt minden egyes pont kifinomultan kidolgozva, de hogy azt mondanánk, hogy mától kezdve osszuk el a pénzt, és mindenkinek jusson ugyanannyi. Ugye, hát ennek sokszor elég súlyos következménye volt, amikor valaki ilyesmi tömegmozgalomban hirdetett. És Jézus azt mondja, hogy legyen testvériség. Ne legyen többet rabszolgaság. Milyen sokat kellett még várni, mire az evangéliumnak ezek az üzenetei, hogy világméretekben beteljesedtek, és azért még nem teljesedett be 100%-ig. Mi ez a jubileumi év
személyesen a ti életedben. Miért valaki azt mondja, hogy hát 40 éves lettem, elmegyek, elzarándokolok, szentjek a bútra 800 kilométer. Hát 50 éves lettem, most már ezen fölül minden nap ajándék. Van ilyen mondás, ugye? 50 év fölött minden nap ajándék. Ez nem a Bibliából jön valószínűleg ez a mondás, hanem ilyen kis önvigasztalgatás lehet, vagy valami ilyesmi. Mi az a jubileumi év? Azt mondja Jézus, hogy most jött el az Úr esztendeje. Jézus Krisztus, ő maga ez a jubileumi év. Ő, mint Isten fia, azt mondhatja, hogy nem várunk most még 10 évet, vagy 12-t, mire eljön újra az az 50. év, vagy 2-t, vagy akármennyit, hanem innentől kezdve mindig jubileumi év van. Kiosztottam egy kis szóróanyagot, az a címe, hogy ez az a nap. Ez egy mozgalom, ami egy konkrét irodával, személyzettel rendelkezik itt Magyarországon. Különböző dicsőítő, evangelizáló alkalmakat szerveznek. Most már ott tartanak, talán az elmúlt 15-20 évben odáig fejlődött ez a mozgalom, hogy megtöltik a Papp László sportarénát Budapesten 15-20 ezer emberrel. Lehet, hogy tervezik, azt hiszem az utolsó lapokon a kis füzetbe olvasható, hogy a Népstadiont is megtöltsék majd Isten dicsőítő emberekkel. Most ez úgy indult ez a mozgalom, hogy 2-3 ember valamikor a 90-es évek elején, ismerem is őket személyesen, egy kis magánlakásban összegyűltek, imádkoztak. Dicsőítették Istent. És most ennyi év távlatából ebből egy ilyen elég hatalmas dolog nőtt ki. Amire hívlak beáltakát február 2-án, kedd este, Papp László sportarénában, ez az a nap mozgalom szervezésében az egyik legismertebb, hanem a legismertebb keresztény dicsőítő zenekar jön Budapestre, a Hillsong együttes. Több 10 millió CD-t adott el a Hillsong együttes az elmúlt évtizedekben az egész világon, vezetik a toplistákat. Nagyon érdekes megnézni, hogy azok a zenék, amiket készítenek, azokat ilyen 24 millióan megnézik az interneten, a YouTube-on. Olykor többen megnézik, 2-3-szor annyian, mint mondjuk a leghíresebb világi zenekaroknak a zenéit. És hát teljes mértékben Istent dicsőítik. Na most ez egy kis távlat volt ahhoz, hogy a mi személyes életünkben, amikor találkozunk úgy igazán Jézussal, akkor ez egy ilyen jubileumi évként az életünket felszabadítja, és az életünknek sok-sok területén elkezd az majd így kibontakozni és gyümölcsöt hozni. Hadd javasoljak egy ilyen kis személyes lelki gyakorlatot, kinek egyénileg füzetével, papírjával, tollával, hogy elvonulni, időt szánni a belső életünk ápolására, ez nagyon fontos, hogy úgy írd le, hogy milyennek képzeled el az életedet 5 év múlva, 10 év múlva, 25 év múlva. Nagyon érdekes dolog az, hogy egy év múlva két dolog biztos történni fog veled. Az egyik az, hogy egy évvel idősebb leszel. A másik az, hogyha nem változtatsz, akkor pont ugyanolyan leszel, mint most. Hogyha előre nézünk ilyen távlatokban 5-10, 15-25 évre, és magálmodunk egy jövőképet, az bennünket tud motiválni. Olvastam egy könyvben azt, hogy vizsgálta Viktor Frank, osztrák pszichiáter második világháború után, hogy akik túlélték a koncentrációs táborokat, mi volt rájuk a közös jellemző. És valaki azt mondta, hogy hát különlegesen erősek voltak. Valaki azt mondta, hogy nagyon intelligensek voltak. Valaki azt mondta, hogy szerencséjük volt. Valaki azt mondta, hogy
hogy bölcsebbek voltak, mint mások. Tehát sokféle ilyen magyarázat volt erre, és egyik se volt nyerő igazából, nem adott magyarázatot, míg nem ő megtalálta azt, hogy mi az, ami mindenkinél ugyanaz volt, ez pedig egyszerűen annyi, hogy mindegyik azt gondolta, hogy neki van még valami dolga itt a Földön. Van értelme az életének. Valamiért ő még szeretne élni. Tehát nem az, hogy mire képes eddig fizikailag, lelkileg, hanem egyszerűen egy jövőkép. Hisz abban a képben, amit most a körülmények abszolút nem mutatnak. És akikben volt egy ilyen hit egy jövőképben, azok túlélték. Most ez nem azt jelenti, hogy mind túlélte, de akik túlélték, azokra mindre ez jellemző volt. És utána Viktor Frankl ebből egy komoly pszichológiai irányzatot épített fel, az egyik legerősebb és legtisztább pszichológiai irányzat, úgynevezett logoterápia, hogy úgy beszélgetnek a betegekkel, vagy klienssel, pácienssel, ki hogy nevezi, hogy próbálja rávezetni, hogy mi az ő élete értelme. Hogy miért is él. Hogy megtaláljon valami belső mozgató rugót, hogy mi az, ami őt örömmel tölti el. Mit hallottunk most Nehemiás könyvéből? Ez a nap szent a mi Urunknak, ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti erősségetek. Ez az a nap, ma, a vasárnap. Ez az a Jézus Krisztus, aki erővel, örömmel tölt el minket. Ő adja meg az egész életünknek az értelmét. Ő a kulcs. Lássuk őt így. És éljük az életünket, hogy boldog jövőkép felé haladva. És ez nem valami ilyen optimizmus, ami Amerikából jött, és széles mosoly, és nem vesz tudomást a szomorúságról, vagy a kudarcokról. Igazából az is érdekesebben, hogy pont azok tudják a leginkább a kudarcokat átalakítani, akik látják ezt a jövőképet. És nem tagadják le a veszteségüket. Szerdán Ovis Hittanon megkérdeztem a gyerekeket, hogy szerintetek Isten mit kezd a rosszal, ami a világban van? És hát nem számítottam arra, hogy miket fognak mondani, nem gondoltam át, hogy mi fog történni. Végülis egy nagyon mély kérdést adtam fel nekik, egy olyan fölnőttek is lehet, hogy csak úgy csöndben lennének. Mit kezd Isten a világban lévő rosszal? És képzeljétek el, az egyik kisfiú azt mondja, rögtön, átváltoztatja jóvá. Mit kezd Isten a világban rosszal? Átváltoztatja jóvá. Hát, csodálatos válasz, tökéletes válasz. Akkor újra kérdezem, hogy és szerintetek ezt ő hogyan teszi? Egy másik kisfiú azt mondja, oda küldi a jókat. Hát mondom, hát egyre csodálatosabb. Szentek között vagyok, vagy mi van itt? Akkor megkérdezem, és a jók mit csinálnak, ha Isten oda küldte a jókat, ahol rossz van? Azt mondja erre az egyik, bocsánatot kérnek. Hát akkor teljesen célhoz értünk, de nem ez volt az én célom, ez ajándékba kaptam én is. Isten mit kezd a rosszal, átváltoztatja jóvá, hogyan? Oda küldi a jókat, ők mit csinálnak? Bocsánatot kérnek. Na mondom, most mindannyian együtt kérjünk bocsánatot Istentől a rosszak helyett. Nem azért, mert ti rosszak vagytok. A fölnőttek, a bűnök helyett, amiket ők tesznek, amik ebben a városban történnek. És együtt, ami mennyei atyánktól ott, ez a 25 óvodás, meg én és a más óvonő, kettő-három fölnőtt, együtt bocsánatot kértünk. Én hiszem azt, hogy ez szellemi értelemben, láthatatlan világban egy atombomba volt, ami hatalmas hatással van az ő életükre, a közösségük életére. És ebből kifolyólag mit tegyél te, ha látsz valami rosszat?
Kéri érte bocsánatot. Állj oda Isten elé, engeszteg. Ha látsz a világban valami rosszat, ne szörnyűködj, ne sopánkodj. Hanem szinte mondd azt, mintha te követted volna el, hogy Uram, bocsáss meg nekem azért, ami most történt. Ámen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.